A múlt héten beüzemelték, a mindennapi gyógyító munka szolgálatába állították a tavaly ősszel beszerzett komputertomográfot. Dr. Nagy Mihály főigazgató főorvos tájékoztatása szerint a vizsgálatokra egyelőre a kórház orvosai adják a beutalásokat, de hamarosan értesítik az intézménnyel kapcsolatban álló orvosokat is. Beüzemelése az 25. évvel indult meg, tehát az üzemszerű működése március 25-tel. Előtte kellett egy szélessávú internethálózatot kiépítenünk, amely a távleletezésben mindenképpen nagyon fontos volt, és ennek a létrejötte képítése után gyakorlatilag most hétfőn megkezdtük az üzemszerű működést. Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy 5-6-an vannak, akik stabilan értik és kezelik ezt a berendezést. Ugye 3 orvos még pluszban, akik szintén egyre járatosabbak a leletezési oldalban, illetve hát úgy tűnik, hogy a csapatból többen is vannak, akik besegítenek, vagy szeretnék majd megtanulni ezt a munkafolyamatot. A CT vizsgálatot a kórház ellátási területén dolgozó szakorvosok kérhetik. Elsődleges szabály az, hogy minden kórháznak van egy területi ellátási kötelezettsége. Megvannak azok a települések, akiknek a lakosai ide kell, hogy tartozzanak vizsgálat szempontjából. Ez a GEMSZ-nek a honlapján és az OTH-nak, Országos Tiszti Hivatalnak a honlapján megtalálhatóak. Nagyjából azt tudom mondani, hogy ami eddig is Karcag ellátási területe volt, azok a falvak, illetve Párváros, illetve Püspökladány, amely települések lakosai hozzánk tartoznak vizsgálatra. A vizsgálatot csak szakorvos kérheti, nyilván megfelelő szakmai protokollok alapján, tehát megvannak azok a betegségek, ahol a szakmai protokoll előírja, hogy CT vizsgálatot kell végezni, vagy lehet végezni, tehát nem beteg kívánságára történik. Ez egy igen költséges mulatság, egy költséges vizsgálat, és csak akkor végezzük, amikor szakmailag indokolt. Arról nem beszélve, hogy ez a sugárterheléssel járó vizsgálat, tehát hasonlatosan, mint a röntgen vizsgálat, tehát meggondolatlanul, ész nélkül nem lehet ezeket a vizsgálatokat sem kérni. A legmodernebb technikát jelentő berendezés csaknem minden orvosi szakmában hatékonyan segíti a diagnosztikai munkát. Nagyon sok olyan szakterület van, ugye kezdeném a saját szakmámat, tehát a mozgásszervi betegségek, a belgyógyászati betegségek nagy része, a daganatos betegségek, ideggyógyászatban a különböző részben elfajulásos, agyvérzéses, nagy isten daganatos betegségek, de majdnem minden szakterületen van olyan betegségcsoport, amelyben a röntgen mellett, vagy az ultrahang mellett a CT is bevált, vagy alkalmazandó vizsgálat. Az elmúlt egy hét alatt leginkább a helyből beutalt betegeket vizsgálták, de rövidesen az egész ellátó területről érkeznek majd beutaltak. Tegnapi statisztikát láttam, délelőtt voltam, vagy dél körül voltam, akkor már 12.-13. betegnél tartottak. Tehát ugye most még itt elsősorban a kórház orvosai, akik a beutalásokat adják. A mostani újságban fogjuk majd ezt inkább közhírré tenni, illetve természetesen az orvosok, a kollégák felé kimegy egy körlevél, amelyben értesítjük őket, hogy ilyen vizsgálatra lehetőség van, és akkor ennek megfelelően a házi orvosok most már tudják a szakorvosok irányába küldeni a betegeket. Nem csak nálunk, tehát nem csak a mi szakrendelőnkből várunk majd betegeket, hanem ugyanúgy szakrendelő van Püspökladányban, ugyanúgy szakrendelő van Tiszafüreden. Tehát az a lényeg, hogy szakorvosi javaslattal, beutalóval kell majd jönni. Erre van egy forma nyomtatvány, amely a honlapunkon fönn lesz, illetve van egy beteg tájékoztató irat, amiben leírjuk, hogy mi a vizsgálat, mivel jár, milyen veszélyekkel, milyen előnyökkel. Hát ugye ez most már hozzátartozik a ügyfél tájékoztatásához, ez elérhető lesz a honlapunkon. A berendezés a térségben élő 130 000 állampolgár ellátását szolgálja.